Uma parte desta vídeo seria em português com legendas. Vou reagir à mensagem do Ronaldinho. Desço a essa Valentina para lhes o sponsor ela que não pode ser e a fog nekünk segíteni értelmezni ezt az ünnepet, és mutatok nektek egy igazi geológiai csodát és egy kőbe zárt pálinkás palackot. Sziasztok, ez itt a heti hatás a Bükkből. Jöjjön az első rovat! Ezen a héten nem az interneten találtam a hét poénját, hanem kutyasétáltatás közben hallottam kedélyesen beszélgetni egy idős hölgyet és egy urat. Eljátszom nektek. Én például 17 éves koromtól 70 éves koromig folyamatosan dolgoztam. Bizony. És mit értél el vele? Nem kell mindig minden túlzásba vinni, néha ki is kell kapcsolódni. Tudom, hogy sokaknak ehhez hozzátartozik az alkohol is. Nem, még nem a pálinkás üveg jön, hanem a komment szekció. Jött egy kérdés, van különösebb oka, hogy nem fogyasztasz alkoholt? Nincs, kikopott az életemből, bár soha nem volt jelen igazán, aztán amikor egyszer csak azon kaptam magam, hogy hetek, hónapok teltek el, anélkül, hogy egyetlen kortyot is ittam volna, akkor úgy döntöttem, hogy ez jobb, ha így marad a továbbiakra is. Inkább csak az a furcsa, hogy amikor Magyarországon ez felvetődik, mindig egy védekező pozícióban érzem magam, és most nem a kommentre céloztam, hanem más helyzetekre. Általában Portugáliában, amikor megkínáltak, és mondtam, hogy nem iszom, akkor max azt kérdezték vissza, hogy miért vezetsz, és amikor mondtam, hogy nem, akkor azt mondták, hogy okay. Magyarországon ezzel szemben itt nem áll meg a dolog. De soha nem, vagy csak most nem? Soha. Na, most ez egyszer az egészségemre. Egy sört se? Úristen, valami baj van? Gyógyszercet? Tudod? Egy szó mint száz, tényleg nincsen különösebb oka, egyébként kávét sem iszom egyáltalán. Na de, nem erről lesz szó a következőkben, hanem a Valentin napról. Február 14-e, Valentin nap. Egyrészt a szerelmesek, másrészt a marketingesek és kereskedők ünnepe. Gondoltam, csinálok erről egy összeállítást, de aztán eszembe jutott, hogy jobb, ha más kérdezek meg erről. Tudom, hogy sokan követitek a szponzorálatlan posztot Instagramon, úgyhogy a mögötte álló reklámszakmában igencsak megedzett Kálmán következik. Én több okból sem szoktam ünnepelni a Valentin napot. Egyrészt nekem ezzel az egésszel kapcsolatban nagyon koncepcionális aggályaim vannak. Kevés ismert ugyanis, hogy a névadó Szent Bálint nem csak a szerelmesek, de a lelki betegek és az epilepsziások védőszentje is volt, viszont úgy láttam, hogy valamiért a pszichiátriák és a gyógyszergyártók nem nagyon repültek rá erre az ünnepre, ami szerintem egy óriási kihagyott zicser az ő részükről. Nem tartom azt se egy jó ötletnek, hogy a szeretetnek egyetlen ilyen dedikált napja legyen, szívalakuló fikkal, virágcsokrokkal és túlárazott ünnepi menükkel, ahelyett, hogy megtanulnánk azt, hogy hogyan tudjuk a másik szeretet nyelvén kifejezni a sajátunkat az év minden napján, és akkor nem ilyen béna gesztusokkal kellene demozni az elkötelezettségünket. Persze lehet, hogy emögött csak az van, hogy a magyar ember szeretett nyelve az tényleg az etetés, és akkor ez meg is magyarázná, hogy miért halnak meg itthon olyan sokan a táplálkozással összefüggő szív- és érrendszeri megbetegedésekben. Nincs azzal baj, ha valaki ünnepelni szeretné a szerelmét, de azt ne egy virágáros étterem tulajdonos lobby által fenntartott napon tegye meg, hanem egy olyan alkalomkor, ami ez van valamilyen viszonyulása, például a megismerkedési képfordulója az egy remek apropó lehet. Köszönjük szépen az összefoglalót! Ha még esetleg nem követitek a szponzorálatlan posztot Instagramon, a linket a leírásban találjátok. Rövidesen rátérünk Ronaldinho-ra, de előtte a pálinkás üveg következik. Azt hittétek, csak viccelek, de nem, ez tényleg egy villamoskörtés palack, kőbe zárva, és azt is elmondom, hogy hogy jött létre. A cseppkőképződés gondolom mindenkinek megvan. Ez nagyon hasonló folyamat. Többek között azzal az apró különbséggel, hogy itt meleg vízre van szükség, mert hogy a meleg vízben jóval több ásványi anyag képes oldódni, mint a hidegben. Úgyhogy a cseppkőképződés is jóval gyorsabb, egy ilyen oszlop például néhány hónap leforgása alatt is létrejöhet. Szóval be kell rakni a csöpögő meleg víz alá, és kialakul rajta ez a lényegében vízkőréteg. Ezt a palackot a Recski részbányában állították elő sok-sok évvel ezelőtt, és sok-sok száz méterrel a föld alatt. Gondolom, ilyet azért termálforrásoknál is lehet csinálni, ezt nem tudom, de ha ti igen, akkor írjátok meg odalán kommentben, most pedig lássuk azt a bizonyos politikai üzenetet. Végre beindult a választási kampány, mivel Trump egyelőre még nem érkezett meg, vele nem tudok foglalkozni, viszont egy másik világklassz is már küldött egy videó üzenetet, úgyhogy erre fogok reagálni. Csak hogy fair legyen, portugálul hátha nézi. Olá, Ronaldinho, tudo bem? Olá, meus amigos, Yuri Victor. Epá, primeiro fico chocado. Aparentemente a conexão entre o Fidesz e o Gatian foi revelada, finalmente. Faz sentido, mas não. Então percebi que ele falou só sobre o Victor Hussar. Não é mesmo. Olha, Ronaldinho, quando se diz
Victor, sem apelido na Hungria, em contexto político, todos entendem uma pessoa, só uma, o Bolsonarinho. Toda sorte do mundo para vocês aí. Toda sorte do mundo para ti também. Vocês são exemplos de liderança esportiva. Pois sim, mas deve saber que na Hungria o Gyuri é conhecido por outros negócios também. Alguns deles foram um sucesso mundial ainda antes do Tecbal. E também um pouco maior do que o Tecbal. O esporte nos aproximou. O esporte. Espero que não os outros negócios. E eu estou com vocês. Grande abraço e toda sorte. Certamente eles precisam toda sorte. Obrigado e mega abraços. As vegas a tudo. Os idiotas. Kaptam egy üzenetet, ami segített kontextusba helyezni a múlt heti gyönyörű tavaszi időt, méghozzá kiraktam ezt a képet Instastory-ba a tegnapi kirándulásról, amire jött Jánosnak az üzenete, miszerint februárban hidegnek és hóesésnek kellene lennie. Azt írja, hogy szegény gyerekek azt sem tudják, mi az a hószünet, vagy mondhatnám, hogy az évszaknak megfelelően rossz idő van. Hét ágra süt a nap. Tökéletesen igaza van persze, úgyhogy kívánok mindenkinek borzalmasan rossz februári időjárást. Sziasztok! Sziasztok! Sokan kértétek, hogy lehetne egy stúdiótúr, úgyhogy ez itt a stúdió hátterem. Nagyon drága volt. Itt a designer székem, itt pedig a technika, amivel felveszem a heti hatást. Iratkozz fel!